vastag csomájú, lapított, és szokott lenni ilyen címer az alján, általában, ilyen a virág sziromnál kialakul egy ilyen forradásos seb. Ennek egész nagy van, amelynek pici, van, amelynek egyáltalán nincsen címere. Dienes Sándor nagy dobosi termelő mutatja, hogy mire érdemes figyelni sütőtök vásárláskor. Fontos még, hogy a színe szép szürke legyen, és az sem jelenti, hogy rossz minőségű lenne, ha nincs címere. Eladásra körülbelül 5-6 éve csináljuk. Azelőtt is mindig vetettünk sütőtököt, akkor csak a családnak saját felhasználásra. Aztán hát láttunk benne lehetőséget, meg észrevettük, hogy igazából keresik is a vevők. Érdekli őket a nagydobosi sütőtök, főleg az, hogy nagydoboson vagyunk. Ugye árulják ezt máshol is, akár Budapesten, de soha nem látta nagydobos. Ez biztos, hogy nagydobosi sütőtök, doboson termett dobosi vetőmagból, és ugye ezt a nagydobosi talajt szereti ez a tök, azért állítólag jó minőségű tököt lehet itt termelni, itt azt a homokos részt nagyon kedveli. Az idei termés nagyon jól indult, de az aszályos időszak és a tűző nap miatt sok tök megrepett, ezekbe így az esővíz is be tudott jutni. A termés azonban így sem lett rossz. Az idei termés az egy jó közepesre sikeredett, a tavalyi év az kimagaslóan jó volt, úgyhogy azt tudom mondani, hogy az idei év ez inkább közepes, mint jó, de azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a termés átlagokkal. Hozzátette, a növénynek van egy különleges sajátossága is. Amennyiben a nagy szárasság éri, akkor ugye, hogy védje saját magát a növény, képes a termését ledobni, és ezáltal ugye vagy nem hoz termést, vagy pedig egy másodvirágzást követően ugyan elkezd egy újabb termés nevelni, miután kapott egy kis csapadékot, azonban ez már a legtöbb esetben nem tud beérni. A nagydobosi sütőtökből az 1920-as, 30-as években annyi termet, hogy vagonszámra szállították Amerikába. Védjegye volt, sőt a New York-i tőzsdén jegyezték is. Az igazi helyi tök 5-10 kg közötti, de van olyan fajta, ami a 120 kilót is elérte. Jelenleg nagydoboson nagyobb tételben 4-5 család foglalkozik termesztéssel, de nagyon kevés olyan konyhakert van, amelyben ne lenne a messzi földön híres növényből.